Subaru 22B megszerzés, és fel van adva a lecke, mert elég sok pontot kell összeszedni. 9 csillagot a Trafipaxnál, készíts egy fotót róla. 24 kilométert kell vezetni, hát akkor szerintem kezdünk a Porsche-val. Ezt megvesszük. Ezt megvesszük, ezt a baszócipőt. Viszont ez a kredit, kösz. Hol van a Porsche-m? Lehetséges, hogy ez a Porsche nem gyári. Lehetséges. Kilenc csillagot. Megcsináljuk azt a hülyeséget is. Eliminátorba is eljutunk a 30-as izéig, reméljük. Játékvezetői síp. Menjünk a Bronco-val, szerintem az a biztos. Majd itt csinálgatom azt, ami az mondjuk piroxi nem kell. Bár mondjuk azt mondta, hogy jön. Bár hát ismerik, hogy ő is ami mond valamit, ez... hagyjuk. Az RCF. Torony. Ezeket már mind lefotóztuk. Dick. Meglepő. Nem értem ennek a lényegét.
Gyerünk! Nem értem azt a checkpoint domination cuccost, nem tudom. Remélem megvan. Megvan. Mondom, gyűjtsük be fel a pontokat. Játékvezető sípja duda. Riválisok jó, nem nyitjuk meg, mert csak a baszakodás van. Subaru STI S2 Boxer Engine, oké, ezt mindjárt megnézzük. Hoppá! Meg is van. Nincs van, meg kell venni. Amúgy most állunk 8 pontnál. Eliminátor menet alatt. Na, akkor az estét azért az ki kell... Ó, baszki, rossz helyen van a fejem, azért furcsa nekem. Jöttük egy 2001-edi autót. Csatlakozz már, ne basszál már fel a hülyeségeiddel. Ez mondjuk a trafikat meg tudjuk csinálni. Milyen hangja van, hogy a két turbóval meg van támogatva.
kurva jól néz ki még mindig ez a Porsche. A köründőző eliminátor. Harmincas legyen, utána én nem akarok eliminátorozni, azzal most leszarom. Az most nem akarok nagyon baszakodni. Peugeot 2005 T16. Már kiesünk az elején. Faszom. Ennyi. Fókusz erősen hívott ki a kis köcsög. Hogy jó Isten áldja meg. Ne szörös, mennyi nincs több kocsi. Á, baszki. Nincs kocsi, baszd, vágol? Autóosztás nincs. Azt a kurva. Ez jó lesz így. Hello. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Láttam már, megy a streamen. Hát itt már minden megy.
Izét csinálok, most eliminátorozok. Hogy tudod, az is meglegyen. Én meg az izéket csinálom most még a... Tudod, ezeket a PR mutatványosokat. Ja, azokat én még nem csináltam meg. Én is azzal akartam kezdeni, mondom, jó, mondom, megcsináltam az egyik ilyen izé, hülye versenyét, amit nem értettem mondjuk miről szól, de megnyertem. Mondom, akkor megcsinálom az eliminátort, amihez mondjuk te nem kell lesz. Azt addig is el vagyok magamnak. Meg kell szerezni ma a Subarut. Jó van, hát nyomjad az izét, nyomjad az eliminátort, én addig ezeket megcsinálom. PR mutatványt meg akkor, amíg te megcsinálod a PR mutatványt, addig én eliminátorozhatok egyet. Mondjuk az is igaz. Tűzszálos. Mondjuk nem egy lehet, hogy elsőkerekes fókuszeresse kéne fent itt a hegyen völgyön dombon csapatni. De már mindegy. Van valaki streamben? Tudodok már elég ideig. Elvileg izé kettő néző van. Ne szívas, majd nincs egy jobb kocsi ennél a fókuszeresnél. Mert? Bukócsövezés és minusz 24 kiló, vagy szerintem vágott. Lehetséges. Meg már jó, már jó. Most már jó. Vágos volt. Azt tudja, hogy ilyen fókuszra tudok cserélni. A kurva élet. Hát ezzel nem lettem előrébb. De hát valamerre még csak van valami jó osztás. Itt a sivatag kellős közepén. Á, ott se sincsen semmi. Azban én is attól félek. Ott se sincsen semmi. Én amúgy... Teljesen átláttam. Látom át. Na ezt jól megfogalmaztam. Jó, ezt most jól megfogalmaztad. De legalább jól dakarozok a izével, a fókusszal. Na már csak... Két embernek kéne kiesni rajtam kívül is, meg lenne a 30. hely, és elfelejteném már az eliminátort. De ez nem fog majd történni, mert mindjárt kihívnak, és figyeld meg, 31. leszel. Azokban igen, ettől fosok. Nekem mindig ezt történik. Amúgy a Carpathsben most jött egy új Subaru. Egy limitált széles, mert megmutatom. 19-es, igen, majd megmutatom. Úristen, olyan pedig itt van. Nagyon durva, nem nézted még? Még nem néztem, csak láttam a hírt. Meg akkor kezdtem nyomni még a versenyeket. Na, én elmegyek most vacsorázni, aztán majd... Jó van. Tolom a PR mutatványokat, meg a Porsche cuccot is tolom. Mert van egy ilyen 9001 kár ére kell izé nyomni a
9 sebességzóna cuccost kell összeszedni, utána vezetni kell, meg fotózni, meg mit tudom én. Jó van, oké, akkor... Jó van. Jó van, már csak 5-en maradtak elvileg. Ó, hát ez fúr. 35-öt. Hoppá. Subaru kapja az ívet. Gyerünk, baby, gyerünk. Hát azért ennek a boxer motornak olyan hangja, hogy ezt nem lehet megunni. Baszki, itt a nagy völgy. Csak be kell menni a városba, mert nem fog bírni rajta átmenni, nézd meg. Ebben a 30. helyünk, az biztos. Bár 29-nél én... Valaki lecsort előlünk a fókuszerest. Bár érdekes, hogy én a többieket nem látom. Huszonkilenc, jó, megnyugodtam. Most majd nagyjából leszarom. GT4 kupé, mi a fasz? Ilyeneket is lehet most majd itt szerezni. Azt a kurva. Te mi meg a 4-es kis Subaru VRX ST-jével itt érted itt? Kapizsgáljuk a dolgokat. Ez komoly.
De milyen hangja van egyik? Á! Hát autóosztás az már sehol nincs. Polaris tököm tudja micsodát szerzett az egyik. Jézus! Escort, Cosworth, minden. Sehol senki. Nézzék, én nem találok senkit, de ők se találnak meg engem. Mert ez a AMG GT4 kupé. Betegek. Hát de már hova az anyádba körözzek, nézd meg! Sehol nincsen Verda. Itt körözgetek. Biszem baszom, hun. Kiesek, nem? Dik! Behoztam! Ez kell! Ezt terepen nem ijed meg. E beteg ez a bronkó amúgy. De komoly, hogy itt a folyóhelyen meg sivatagban nézek.
Ennyi? Audi RS7 Sportback. Bár még a Quattro nem kérdez. Ennyi. Mi van, fiam? Oh, itt a Cosworth! Azt figyeld, hogy megy. Hát ez nagyon komoly. RS 200. With a level 10 car, you can eliminate anyone. Which is good because everyone will be out to eliminate you. Hoppá, az RS 200. Jézusom, hogy megy. Ha ez nagyon komoly ez a kocsi. Bassza meg. Én átmegyek a városon a picsába. Gyerünk, baby! Gyerünk, 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 gyerünk! Recalculating route.
Szegény elvesztette a fonalat. Csak harmadik! Nem baj, ez is szép eredmény. Harmadik hely. Öt embert ejtettünk ki! Hát, hogyha ott mondjuk... Hát lehet mondjuk meg lehetett volna az első. Na mindegy, legalább figyelj, harmadiknál közelebb eddig nem kerültünk a izéhez. Hoppá. AMG van. 12-nél járunk. Spending a lot of time on that one series, aren't you? Hey, you're a Hall of Famer, do what you want. Akkor ott megcsináljuk a sebességzónát a Porsche-val. Harmadik hely! Ötöt kiejtettük, az biztos, hogy fájt. Hát ez jó volt most az eliminátor. Ez most oda baszott. Hát az előtt baszva. Gyerünk, kicsi Porsche! Hogy basznád meg. Hát Trophyboxnál kell annyit szerezni. 362. 297. Ezért ez húzós. Kétszázegy, mondjuk majdnem közel jártunk három csillaghoz ezzel. Háromszázhárom. Képes és megcsinálja baszt. Pedig nem hittem volna, hogy megcsinálja, de megcsinálja 300-ra. Azt a kurva! Állat ez a kocsi. Ezek sirályok. Hoppá. Kettő-kilencszer-hétre beadja. Hát igen, a Porsche az Porsche, köszönjük szépen, a versenyautó rendszámmal.
Gyerünk, baby, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Kurva jól néz ki a sivatag, amúgy. Megvan a fotó, és most vezetni kell. Innen mennyi a vége? Milyen kiváltságaink vannak? Hát... az 5 kell, meg riválisok vannak. Akkor vezetjük egy kicsit, érted? Itt a naplementében, meg minden. Mindjárt beestaladik, és akkor meg tudjuk csinálni, és akkor lesz plusz pontunk a izéhez. Utána meg akkor megcsináljuk a trafipaxokat, a táblákat, az ugratásokat. Gyönyörű szép ez az autó, az a szárny, át! Szereztem egy pörgetést, kösz! Na jó, menjetek a faszomba, bazzeg! Ez most kiadta. Tehát 3-20 valamely, 3-30, 3-40 nem egy beteg. És úgy fordul. Most járunk mondjuk 7 kilométernél. Negyede szinte. És már bejelenik itt a lámpa. Hallgass, milyen hangja van. Á? És tiltáson, hagyj a tiltáson izé kicsit durogtatni. Kéne bele még egy pár fokozat, az baszó lenne. Ja, ez 8 sebességes? Ja tényleg, mert az előző szériás 9, hogy az dupla 7-es volt? 7-es PD-ket, meg 8-asnak kell lennie.
3 másodpercen belül. Nem tudom, ezek micsodák, nem is nagyon foglalkoztat. Majd egyszer megpróbáljuk kimaxolni. De még van 3 kilométeren. Légi parádi teljesítve. Ja! Még itt a 24 kilométert pikpok beletettük a szinte a Porsche-ba, mindjárt meg lesz. Hogy néz ki az égbolt? Csodálatos. Csak kicsit több fényt elbírni, érted? Még mindig nem megy a lámpa. Az autópályás kurva hossza, azért itt azért lehet tesztelni a gépeket meg mindent. Szerez 6 csillagot pionír futamokon. Igen, az hány pont? Az csak 1 pont. Most járunk 17 pontnál. Retro izomoto, szia uram. Korlátozás nélküli telepjáró. Ó, hogy basznátok meg. Most nézem a PR mutatványokat. 3. helyezett lettem a izébe. Cucba. Én is! 3. lettem, én is meglepődtem, hidd el nekem. Az RS a Ford izé RS 200-zal izé csináltam és 5 embert ejtettem ki. Biztos hogy anyáztak. Igen, az azért közel voltam az első helyez. Ne dudáljál jó skügyerek a McLarenedből, csicska geci. Nem lehet dudálni. Hát egy... Az is elimináltél már? Micsoda? Elimináltél már? Nem. Nem, mert ugye az is egy achievement. Azt tudom, még mindig nem is sikerült. Haha, nekem megvan. Gergőke felvágós 5 perccel ismerős. Ismerős nekem ez. Honnan? Tudnám, hogy ki ilyen izé, ilyen felvágós mindenre. Nem is ismerem. S1 100-900-as izomotó 286, hát ez kurva jó. Ezt csináltam meg, képzeld el, egy Corvette-tel. Egy Corvette-tel? Ez a retro izomotó, ugye? Aha. Azt. Adom ezt a Corvette-t, igaz, én nagyon nem bírom az amerikai autókat. Nem bírom az izomautókat, az ilyen retrókat, mondjuk az újakból, mondjuk a Mustang meg egy-kettő elmegy, de... Az izomautók azok konkrétan abból lelnek, hogy így pörgeti, dobja és így ennyi. Hát nagyjából. Mondjuk a Mustang az kivétel, abból van egy-kettő különleges kit, ami kurvára tetszik. Ne keres. Hát nem tudom. Nem, nincsen. Ugye a 4-ben a körforgalmak meg a kötletén mindig voltak ilyen OP autók. Hát volt a kurva jó, hát itt meg... 6-os, 4-es, 4-estől 6-osig minden megtalan autó voltak. Nem is volt gyengébb autó a körforgalmak kezdetben. De itt így sehol semmi. 286? Kurva szálltakat, hogy erre kell elbaszni a izé pénzemet, hogy feltringoljam. Hogy gyűlöm ezt? Hallod, előttem változott át valaki egy 4-es Audi RS-ét, csak nem láttam, hogy milyen volt, milyen RS. Oda mentem egy Focus RS-hez és felvették előttem, egyből elkezdtem onnan tűnni. Mondom, lehet... Itt a városban, mint hogyha lenne több. Én nem tudom, hol van, én össze-vissza találtam mindig, soha nem találtam izé cuccost. Na, nincsen benne logika.
sose találtam cuccost, hanem mondom, hogy feladom. A retro izéhez mennyi kell? 900 vagy? Igen, S19. Jó, akkor Viper-t kicsit feltoningoljuk. 117 ezer kreditembe kerül, egy kurva izé megcsinálása rohadjon meg. Megint van 4,5 millió kreditem, hogy honnan, azt nem tudom. Retroizom autón van. Azt a kurva, hogy ugrik tuning után. Bazeg, ezzel tényleg nem lehet kanyarodni. Ekkora szart. Baj, megvan, leszarom, itt meg kell. Korlátozás nélküli terepje. Ugye 30. helyre kell lehozni. Aha! Az jó, mert szerintem most köszöttek el együtt. Nem fogod elvesíteni, megcsinálod. De ahogy nem, ez fókuszra van, rohagyjon, mert az van még terepen. Várjék, van út. Ó, hogy rohagyjon meg ez hír. Ajaj! De leestem egy ázba, ez az, jó, ez nem lesz meg. Ez korlátozás nélküli terepjáró. Van olyan, hogy korlátozás nélküli terepjáró. Hát akkor csináljuk ezzel. Összes fába, aztán rájöttem, hogy nem, még így se lehetne. Tudok joinolni? Még nem. Hol az anyámba kell menni? Hol van az a köcsök? Ó, ott van. Mert itt nagy pionír versenyzések folynak. Most nézzem, hogy elég náltadó még kettő ember ki kell ejteni, olyan challenge-es van, köszönöm szépen. Meg lesz. És megvan ez is. Ó, hogy kurva szájukat. Na ez a ID Zeuronio, vagy mi a tökön megvan ez a csúnyaság. És már csak elér rakat pont a izéhez, a Subaruhoz. Szám szerint... Hát... 28... Vagy ne 38... Kurva jó. És kiadtam az éjszakai fotózást, kurva élet. Ki hát? Faszom. Verdocsere.
Meg majd ne felejtsd, nem mondod, hogyha visszajöttem szünetől, hogy vegyem meg az azt a Carpest-es Subaru-t. Milyen Subaru? A Carpest-eset. Ja, a Carpest-eset, jó. Most meg tudjam mutatni. Megnézem a izéket, az autógyűjteményt, ja. Mi Jézusom, valami jó kis izé felni, de majd ráteszed szépen a bodykitet, akkor be fogsz állni, nagyon durva. Jó, kéncs vagyok. Ami egy jó kis vörkös felnit. Hopp, itt a 959-es Porsche! A hiperautó, ez az. Az is megvan. Tökéletes, tökéletes. Porsche gyűjtésében hogy állunk? Szerintem szarul. Csak 18-an meg a Porsche-ból. 911 GT3R-es Forza Edition, kurva jó. Cayman GTS, Turbo S, Cayman GT4, Carrera GT. Most büdös, ne haragudj, beleszólok. Hárman mentünk rá a fókuszra, és egyéb lett. A kis testvér, a kis testvér, GG. Hárman. GG. Küldjed neki. Aha, azt az. Na, akkor mindjárt itt, mindjárt itt vagyok. Oké, okay, oké. Okay.
Na, halló! Vegyem meg a kocsit. Akkor ide lemegyek. Te bocs, hogy nem szólaltam meg, de olyan fej-fej mellettet mentem. És? Megnyerted? Élet. Meg. Az a lényeg. Mármint, hogy még az eliminátort, az még nem, de... Na jó, kim vagyok a körön kívül, és nem rakja le az autómat. Ajja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 j
azért túléltem azt a büdös rohadt élete. Olyan fejfel mellett volt, hogy Jézusom. Ezt a Ferrari-t, ezt legalább bírom, kaptam egy 7-es Ferrari-t. Mert izé, RS7-tel voltam, a másik meg vágod, az a, nem tudom, nem jut most eszembe, meg a Porsche-nak a neve. Az a Rally. Vágod. Igen, tudom, a 911-es a Safari talán. Az nem 911, ez nem 959 vagy? Lehet, hogy 959, mindjárt megnézem neked. Azt mondom, hogy Safari. Azaz, de... De izén mentünk, tehát vágod végig Murván. 959. Nem vedek. Akkor jól tudtam, mi a szar. Na jó van, ezzel a Ferrarival már nem hívok ki senkit, aztán meglátom. 20-an élünk. Te mit csinálsz? A Subaru tuningolom. Ezből kiveszed a Subarut. Az már megvan. A Ferrari ez nagyon fullos, ezzel már egyszer voltam második. Tudod, hogy előztek meg? Az utolsó 5 méteren. Hát nem tudom, nekem az a body kit ez nem jön be. Ne haragudj, de... Ez túl morcos. Gyár jobban bejön. Igaz, egy kicsit túlzás, de amúgy szerintem elég erős. Komoly. Nem mintha nekem meg lenne az autó. Majd meg lesz. Jézuska meghozza ízét, az Ultimate-et. Igen. Nem akarok már senkit kívni, rohadjatok meg, menjetek el innen. Úgy azt vettem észre, hogy fogyatékosabbak a játékosok. Tehát biztos. Az utolsó körnél, én nem tudom mit csinálnak, de hogy nem indulnak el. Most már letilthatná a fejfej mellettet. Beszalás. Most végigkövetni fogod, ahogy leszenvedem az utolsó kör, 18 játékos. Ezt még akár meg is nyerhetem. Akkor csapjad neki. Nem. Menj innen a Volvo-ddal. Volvo V60-nal jön a Ferrari ellen. Meggondolta magát szegény. A Polestar az kemény. Olyan elszántan jönnek felém, azt meglátják, hogy így Ferrari vagyok, és így kanyarodnak el. Nem is értem miért. Pedig jó szar ez a Ferrari, hátsó kerekes. Mondjuk az lehet, nem a legjobb izé. Omen, ott a terek cuccon. De a motor jót mentem vele, szóval hiszek benne. Nem csillagosak. Ferrari rendesen jó drift autó. Na. Pánkolok.
23 pont. Szerez 6 izét pionírokkel. Bajnokság éjszakai fotó. Szerinted nem bírta ki valamelyik? 10-es bugival kihívott. Köszönöm szépen, eddig tartom. Szeretnek. Szeretnek. Na de ennyire? Hát sok kerekes Ferrari-val pont be tudom érni, ez az. Ez figyelj, 13. hely. Direkt szerintem direkt csináltak. LOL! Jó, már azt hittem nem tudja fölvenni. Pedig én elhittem. Csak addig megcsinom a pionéreket. Most mondja. Ja és a bemondó az most mondja, hogy már vége. Hogy le van zárva? Igen, az utolsó. Aha, igen. Abban a pillanatban, hogy beértem. Köszönöm szépen. Magadba a kurva anyád. Folyamatban ez leállítja a párosítást, biztos, hogy folytatod. Igen, leszeretném állítani. Szeret a játék. Hú, te harmadjára csak sikerült neki. Szeretem, amikor így kérjél, hogy figyelmeztetés, és le tudod okézni, és igen. Én azt szeretem, amikor leokézni, most nem csinál semmit. Hol vagyom úgy? Autópálya végén, a keleti parton. Pionírt basztatok. Mert az is plusz egy pont, meg este majd, amikor sötét lesz, fotóznunk kell, mert akkor is kapunk 2 pontot fotóért, hogyha esti fotót csinálunk. Na, amúgy a versenyekkel megcsináljuk? Persze, mondom, ezt átugrom, és akkor utána mehetünk. Mind a 3-ra építettem ügyesen előre autót, szépen, előkészültem. Én még nem csináltam. Nem csináltak. Én megyek gyárival, leszarom. Jó, amúgy az izé online lesz megint, és úristen, úgy szakadtam azon a falin. Ne kicsetszik a falnak. Tire, Jézusom, ez rendes Dodge Jam volt. Hogy így mondod, hogy na mi van, Feri, nem megy ez? Megy a gép. Hát most na, megesik. Na, ez is megvan. Nagyon pacek. 24/61. Na akkor indítsam az egyik versenyt. Szuper ferde hátulok. Azaz. Úristen, oda olyan szíviket építettem, Jézusom. Azt bírtam, hogy amúgy Horizon 4-be, azt nem bírtam megszerezni, csak tudod a izébe, abból a kiadóból. Tudod a izéért, a tikitért. Ja, igen. Téged miért tölt még mindig be? Ja nem. Üdvözöl az éjszakai csata. Hoppá. Nem vagyok. Hoppá. Na, itt fotózzál. Kijátszok a rendszert. Hát jó, verseny közben. Ja, hülye vagyok ez online. Ups. Úgyhogy itt lehet, hogy nem kéne fotózni, azon szerintem még ráérünk. Ó, hogy a szívük nem tartozik bele. Hát nekem van egy építettem. Nekem is Jimmy. Csak nem a Civic, hanem egy Ford Focus-eres. Nekem egy Megane-eres. Az se rossz. Ó, az is bírtam, akkor bejött Horizon 4-be Gergőkével, nagyon csaptuk neki.
De gyönyörűek vagyunk. Ennyi, hát mindig, mindenhol a legjobb pac... Mindig, mindenhol a legjobb pacokat kell hozni. Azt vágod, hogy nekem úgy állsz, hogy merőlegesen vagy rám? A fókuszeresed? Én állok egyenesen, te meg bal oldalt felém néz. A kocsidnak az óra. Nem bagos. Nem. Nem, semmi. Kicsit segítek tolni téged, jobban menjen a gép. Várjál, levadászom őket. Nem, megkadás a törpejük, ez... Fószer is. Az jó tanul volt. Ha látom, sikerült jól belenni. Jaj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 
Ha utolsó előtt, direkt a szomszéd. No para. Fogalmazunk úgy, hogy nem élem ezt az autót. Jó, az csak nem nagyon kell, a beállítás nagyon sokat kell játszani, pacak legyen. Ennyi, ott van. Nem kell ezzel baszakodni. Végén így konkrétan megálltak, hogy öten. De nem sikerült őket bejelnem azért. Figyelj. Első hely, többi nem számít. De ez tökre tetszik, hogy a második vers, második megvan, utána a harmadikat nem kell letolnod. Ez egy kurva jó dolog. Ez nagyon tetszik. Igen. Igen, figyeld meg. Figyeld meg. Ezt még nem figyeltem meg. Nekem eddig mindig le kellett tolni szólóba mindenhában. Szólóba? Igen. Szólóban már ott ugye pontra megy a cucc. De itt meg ugye csapatverseny van. Te izébe is a négybe is hányszor izé... A négybe is hányszor fikászok, amikor már 2-0-nál vagyunk, azt még a harmadikat is ugyanúgy letoljuk. Igen. Hogy így, hát, és akkor mondod magad be, hát de bazd meg. Igen. Halleluja. Ezt megcsináltak. Ez mondjuk jó. Meg az izé vacsogos sztorit meg még mindig nem merem elkezdeni, mert komolyan mondom, csak ki fog idegelni. Áááá, dehogy, az egy nagyon jó történet, azt én bármikor újra játszanám. Kedvencem. Na, gyerünk. Pacek volt a megindulás. Szegény
van itt, úgy kilőttem. Rendesen kaptam. Az nem baj. Egy, kettő, tökéletes. Tökéletes. Igen. Bazd meg. Igen, igen, igen. Láttam itt a TikTokot is, hogy nem TikTokot láttam bele, hanem ezért. Hol lehet csoportba ökülök, hogy hárman csinálták ezt a versenyt. Ugyanez. Mind a hárman. Ezt elbasztam. De Nópara visszahozzuk. Az a lényeg, hogy ott elő maradjál. Te vagy itt most a izé, a pole pozícióban. Gyerünk meg, Ánárez, gyerünk, hát kupoljuk már meg ezeket a kiskulákat a gecibe. Szélárnyék meg minden. Azt hiszem elkezdtem érezni az autót. Kilökött ez a kis hondás kis köcsög. A kurva száját. Gyere ide kis köcsög. Faszam a tizé, na, most már versenyezünk rendesen. Jó lesz ez. Csak érjek be. Belementem egy kicsit a könyvfalba, és konkrétan majdnem, hogy no nem para. Csak köcsökségből tarts fel. Lebergizem őket. Hallod? Elfékeztem a kanyarat. Jó, nem. Gyere, gyere, itt vannak. Megyek, megyek, hát nyomom neki, hát rugom neki, de hát nem megy ez a fostaliga. Szarul veszi, várj, várj, várj. Ne, menj. Sikerült. Hát baszd. Szibbajt hozz rám. De végére sikerült. Ja, sikerült. Azt a kurva. Ez ki lett centizve? Ez komoly vagy. Ezt kiklippeltem amúgy, meg kint lesz. Hogy tetszettek a BFS klippek? Látod? Nem kell 30-at letolni. Mi a szar? Még nem néztem amúgy meg, elfelejtettem rajta. Instán kim volt? Hát nem néztem. Többet kéne instázni, ennyi? Ennyi? Azaz, nézd meg mire tanítasz. Többet tegyenek kézbe a telefon. Barátságos áruótok. Ez most este... Nem, estének számít. Köszönöm szépen, átbagoltam nappalra. Én is most bagoltam át, úgyhogy... Kurva száját. Jó, indítom a következőt. Oké, nyomjad. Kopcsak konvoj. Elnyúlok a tuningba, hogy ne legyen legközelebb ilyen fos ez az autó. Hát szerintem nem kéne, mert most indítom a versenyt. Jó, nyomj. Az igazi menőség. Micsoda fordítások vannak itt. Az igaz. Na, és mit... Tényleg ez. Hát, én inkább ezt hiszem. Jézusom, milyen a fordítás? Szeretem a magyar fordítást, néha összejön a srácoknak, hogy látom. Most erre nem tudok neked mit mondani. Kedvencem az akkor is, hogy ez király volt. Legjobb.
ez ugye ilyen rally, ugye? Igen, ilyen földutas cucc. Hullos. Olyan Mazdán balra. Hát én meghoztam egy igazi rally legendát. Bizony. Csak a festés majd ráteszem. Hallod? Olyan jó rally autó esély. Most azzal tolom a izét, a PSP-n a Colimacri Rally 2005-öt. Szelikával nyomjuk neki. Hát csak quick részbe. Aha. De, gondolom, jól megy, mi? Jól megy, kurva jó. Hát mondom, PSP-t előkapom, érted, buszon, nyomogatom. Az sem már nagyban lesz, mint 2 kiló kenyér. Na, egyszer nem volt olyan, hogy a PSP-t ki akarták volna lopni a kezemből. Itt van a kedvenc autód. Csak a Golf? Integra. Ott van még egy ilyen Mazda. Toyota MR2. Ez igen, jól megérkeztél. Hát a faszon nem pöcsölünk itt. Ez MR2, ugye? Csak régi. Igen. Micsoda? Várj. Ez bejön egy kanyar, de ez Toyota MR2. MR2, a régi, ha? Az az. Az új, az nagyon bejön. Nem néz neki csúnyán, az biztos. Az újabb. Jó lesz ez. Ujj! Küzdünk itt az elemekkel. Gyerünk! Menj! Ez szarul megy az zav. Ennek olyan kis rizsrakéta hangja van. Kézifékkel felesleges baszakodni, mert nem bírom beforgatni. Annyira gyenge hozzá. Hogy full padlógázzal megyek. És nem érzem azt, hogy nagyon menne a gép. Nem tudok egyszerűen gyorsabban menni. Nyerünk csillagom, nyerünk! Hát ebből is azért hiányzik pár lóerő. Egy chip jó lenne neki. Ennyi, tehát ennyit megállok. Nagyon szerik az... ez 4 kerék? Aha. Rajtás alapból, nem? Összkerekes. Hát figyelj, csak rally autó volt. Jaja. Kellett egy jó alapot építeni neki. Közeledek, majd utána eltávolodok tőled. Közeledek, aztán megint lemaradok. Ujjjjjjjjjjj. Ujj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 j
De nem tudom beforgatni, nem fordul. Nagyon szarul fordul. Hidd el, küldöm, nyomom neki. Mint a fogát húznák, érted? Annyi a hangja van. Ilyen nyíí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 í
Nem bírlak utolérni. Nagyon, az autó. Nagyon, nagyon megy a gép, na. Pedig nekem van egy gyengébb, vágod? Azért. Nem, amúgy, mert én csak izét raktam, mert azért van ilyen kategóriában, mert rátettem a gumit, meg a... Az enyém full gyári. Igen, igen, tudom. Hát bár... Hát alapból, alapból már rally a gép. Az enyém egy hátsó kerekes fos. Hát lehet. Lehetséges. Ú, neten láttam izé véleményeket, Steam-en szarrá húzták a BF-et, mindenhol máshol fikázzak. És rosszul tudtam, nem 10 pálya van benne, csak 8. És 20-valahány fegyver van benne, amit ki tudsz oldani. Még a pálya is kevesebb. És a izénél a... Azt várom, hogy a Vanguard valahogy akciós legyen, hogy meg tudjon menni PS5-re. De csak azért PS5-re a kontroller miatt. Tülekedés. Na. Na. Menjünk már! Na, várunk az aira, bazzik, hogy elhelyezkedjen, vagy mi a tök? Nem, hogy én a 90 fokból visszállj. Ja. Ki az aj. Engem sos, nekem is azt csinált az előbb a hondás kis köcsög. Ez szarom. Úgy érjel a nyugi, csak segít neki. Ez a kanyar egy fos. Nem, ez a pálya egy fos. Ez a pályát, ezt szerettem én az ST-vel, kurvára élveztem, végigdriftelgettem az egészet, csak mondjuk az az ST, az tuningos volt. A tuningos volt. És egy kicsit a ugye az utolsó kanyar buzi derékszög. Mi történt? Halló? Hát egy hátsó kerekes kitördülés. Ja. Figyelhet. Igazából semmi komoly, csak éreztem, hogy szar, és már automatikusan vissza akartam pörgetni, azt találtam, hogy ez hiba volt. Ja igen, mert itt nem lát. A szokás hatalma. Az MR2-nek olyan hangja van, hogy... Beszart. Legalább annak jó a hangja. Te ennek van annyira rakat hangja van, mint egy tényleg egy ilyen tuningolt 1-4 Honda nagy koppány kipufogóval. Ez
Egyszerűen nem bírom a hangját megkedvelni. Megint megpördültél? Nem. Hanem elkezdem dobni direkt. És így megáll. Mert ő azt szeretné, hogy ne bántsod szegényt. Mert így is maxon teljesít. Lehet. Ez így nem éri meg. Inkább lefékezek nullára és úgy veszem be a fenyát, mint egy driftelek. Amit nem lehet. Konkrétan. Jó lesz ez. Gyerünk már, baby, gyerünk, gyorsulj, hát nyomom neked itt a gázt. Mindjárt megvan ez a verseny is. Amúgy már több mint 10 millióan játszanak a játékkal. Azért az durva szám, nem? Mondom, a 4-en meg másfél millió volt a legnagyobb szám. Itt meg 10. Hát igen, az emberek ki voltak már éhezve egy jó autós játékra. Aztán meg mondta a Microsoft, hogy jó van, neztek itt a Forza. Mondjuk szerintem én hiányolok belőle pár dolgot, de amúgy teljesen jó. Jó, hát pár dolog szokás szerint mindig hiányzik belőle, azért a kurva nagy újdonságot nem hozott a játék. Csak átmentünk egy másik helyszínre. Igen, pontosan. Ez, ami kicsit nem adott nekem annyi hype-ot, mint például a 3 vagy a 4. Nem tudom, nem rossz az a Mexikó, bár nekem még akkor is a 2-be. A francia Monaco itája az adja még mindig nagyon. És én még azzal még mindig nem játszottam, mert nincs meg. Hát... Az igen, nekem nincs autód. Ez annyi baj legyen. Azt mondom, hogy ez egy kényelmű jelenet. Ha, igen, még mindig nincs autód. No para. Az azért erős. Nem az az első alkalom. Ja, hogy ezért a versenyért kaptuk egy Huayra. Az mondjuk erős, ilyen szar autókkal. És akkor így... Az. Vesz egy tágálni. Következő meg egy Ford GT lesz. Horizon külön kiadás, nagy menők. Küldjük neki. Utána tartunk egy szünetet. Megcsináljuk a izét, a verhetetlen cuccokat is, meg a cuccok, várjál, kóp, csak konvoj. Na nyomjuk ezt még le. Nincs spórolás, köszönjük szépen. Jók ezek a magyar fordítások. Magyar fordítókkal így kedvet fognék, hogy így ehhez az ezt jól megcsináltátok, srácok. Na, én erre is tuningoltam. McLaren F1 GT. Nem akartam hozni a Ferrari 250 GTO-mat, amit meg van tuningozva gyári szívómotorként hátsó kerékhajtásként, mert lehet, hogy csak driftelnék a pályán. Lehet, hogy ezt nem kéne. Valami nagy dögöt. Jó, hozom az F1 GT-t, nem érdekel, hogy tudni voltam rá autót, hozom azt. Én viszem a Santarinót, a Horizon 3 Verdáját. Azaz.
Ez a centenárió. Az teljes centenárió? Az az. Nem az? Centarino. Tök mindegy, mert ahány videót néztem bármikor YouTube-on, mindenki máshogy mondja ki. Mindenki máshogy mondja. Én először úgy mondtam, hogy centenárió. Utána hallottam, hogy centenárió. Amúgy a lemeznek alatt egy Cyborg-kurt Aventador, csak máshogy néz ki. Amúgy igen. Aztán nyomjuk, aztán akkor te tartasz egy szünetet, én meg a Discordról lelépek, hogyha nem probléma, mert itt meg alvások lesz. Jó van. Kerülöttem. Jó van. Mondom, hogy ezért a... Megcsináljuk a verhetetlen, meg utána a többit. Szerintem utána baszon fogunk állni. Hát neked már megvan a szoború, nem a 22B. Vagy mennyi pont kell hozzá? Ja, nekem az még nincs meg pont. Csak nem tudom, lehet, hogy megvan már a figyelapban. Ami kitalálta ide, hogy a ízé ezekkel a kurva erős kocsikkal ebbe a kis város ízébe jöjjünk, azt is csókoltatom. Csesznél meg. Én kérdés, csak nekem akadt szar rá. Most kivételesen igen. Az ez a város, ez... Most egy kicsit furcsa amúgy azután a kis fos után ez az autó. Jézusom, nem ég és föld. Kurva jó megy a Centarino. Centarino! Jó, az autó, ezt tudunk valahogy. Ez gyárként úgy megy, hogy azt a kurva. Igen, de lehet, hogy az lett volna a legjobb választás nekem is. Hátsó kerékkel egy kicsit így... Tudod, majd mit kéne csinálni egyszer? Horizon 3 multizni. Jó. Előlem. Blizzard Mountain, kedvencem. Na, az jó, az nekem nincs meg. Nincs meg? Nem, én akkor még nem voltam most forzás, akkor kezdtem. Nagyon nehéz. Jó, mondjuk már az egyben nagy voltam. Nincsenek meg a prémiumok, csak esélyek. Megvettem az összeset hozzá, amikor már leszették az árház, belőlettem mindig akció szokott lenni. Mindegyik, mindent megvettem hozzá a faszba, meglegyen. Amúgy azt képzeld el, hogy most ugye ma van az év Black Friday. Igen. Eredetileg abból. Szerdán vagy kedden néztem, Enebán. A Premium Edition-ös Forza Horizon-etet. Igen. 28 ezer volt. Igen. Ha bejelentkeztél volna, akkor 27. Igen. Most tudod mennyiért, tudják? Na. 37-ért. És azt mondják, hogy le van árazva. Azért, mert izé, annyian elkezdték venni, mint a kurva élet. Hát mert, na most Black Friday-et hány embert basznak át ezzel így? Rengeteget. Mert megérdemlik, hát most erre mit mondjak neked? Az olyan akciók vannak befelé, nélkül röhögök egyet. Ízét várom most majd a karácsony, a Steam téli vásárát, hogy mi lesz, meg hogy lesz. Mondom a ízét, mondom a Far Cry-t kéne megvenni, a 6-ot, meg mondom a Code Vanguardot. Hát ha meg lenne a Code Vanguard, fú, az a baj, félek. A Far Cry 6 most nagyon jól van árazva itt Xboxon. Mennyi? 13-ra, azt hiszem. 13? Azt hiszem, hogy annyi. Akkor mivel ránézek? Far Cry 6. Hát akkor így lesz rá, hogyha érdekel. Hát 10 környékén gondoltam, mert ott az a elképzelésem, 10 környékén venném meg.
A kodot meg 15 környékén kéne beszerezni. Itt ma is le van árazva, meg minden szar le van árazva, de csak ma. Mert ugye most van Black Friday. Eszméletlen ez a kocsi. Nézzük valamik hátulról. Ne toljál, mert balhé lesz, jó? Ráduszítom Gergőkét. Nézd meg, hogy beszúrja. Rohadjál el, ne tol az egészet. Istenem, és már nem vagyok ott mellette. Nagyon köcsönjük a motor. Direkt lök meg, úgy beteszi mellét, hogy direkt izé kiszoruljál az ívről. De McLaren nagyon komolyan jön, hallod, én nagyon tempózva nyomom neki. Nyerünk. Nem, mert McLaren megkupoljon. Köridőre leszek kíváncsi. Baszik, az pont az utolsó kanyar, pont az utolsó kanyar, basszom el! Kicsit, hogy jobb legyen az idő. Na, kíváncsi vagyok az időre. Nem, egyszerűen nem megy. Hát nem megy, de hallod, úgy elkezdte jönni rám a második kör közepénél, hogy azt tudtam, hogy mi van, úgyhogy... És nem érjük ki az időt. A kurva anyátok. Mi az, hogy nem érjük, ha nekem kéne? Mennyi? Ja, nem is. Köszönöm. Ford GT. Ennyi. Jönnek itt a lóvék, érted? Na megvan a... Ez a sötét, a fekete két csíkkal. Úristen, de ott a izébe. Most ment itt. Három pont kell a kurva élet. És itt pont, nőtt után. Aha. Várjál, mit lehet jövétem megszerezni? Hát valami... Jaj, a izét lehet megszerezni, tudod, azt a Toyotát, azt a driftelős, ezt a kurva ritkát, 44 pontért. Ferrari P4. Vagy kurva rég fiaszt, ami nem érdekel. Jaguar F-Type. Ami Jingle Bells fiasség, azt ennyi. Most milyen Toyotáról beszélsz? Valamilyen, nézzük a tavasznál, hogy milyen Toyotát lehet megszerezni. Ja, tavasznál. Ja, a Truenault Tour is tudod, A86-ok, azt kell. Az, A86, az. Na jó, van akkor szünet. Aha, szünet, azt akkor innen izé baszoktatjuk. Ford GT.
kiállok, hogy szépen látszódjon a Centarino, Centarino, vagy rákez. És akkor izé. Akkor majd írd már be chatra, hogy melyik legyen izé, amelyiket toljuk bajnokság. Találd már ki. Addig. Nem mindegy. Mindenre fel vagyok készülve, remélhetőleg. Na jó, van akkor, hello. Én elköszönök. Így. Személyesen.
Na jó van, csapdossuk meg. Én azt mondom, kezdésképpen... Kezdjünk a izébe, egy verhetetlenbe. Most ha meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Kell az a Ferrari Dino. Tehát a mi akciót most PS5-re izét. 7000 forintért a Marvel-től az Avengers-t. Avengers, az mondjuk érdekel, az mondjuk jó pénzért van. Sem ott is jön majd pókember. Jó. Bitang ez a kocsi, hogy kinéz. Kiváló darab. Na, kell az a Ferrari, kell a Dino. Meg az 10 pont nekünk a bajnokságba. Sok kicsi sokra megy. Utána még van egy esti fotónk, ami nem tudom mikor fog összejönni, ez a rohadék esti fotó. Van még egy játszóterünk, van még egy kópunk. Nézek, hogy nézek itt a fények. De gyönyörű szép ez a játék. Visszük a Sennát, mert... nem versenyezni kell. Össznyeremény 21 millió, majdnem 22. Várjál már, addig itt kicsit rendet csinálunk itt az asztalon, mert nagyon nagy kupleráj van. Na. Gravitark szinkronizálása. Ó, hát azok nagyon kellenek ide. Divo, Senna, Senna, TVR, Pagani. A próba. Murciélego. Ú, baszki, csak pont izét nem dobta be. Ú, bazzeg. Az, hogy pont most indítottál izét a próbát. Belehet bukó lapsz. Majd megnézem, hogy hogy állunk. Akkor kilépek. Keressük egy másikat, mert ezek balfaszok. Csatlakozz be.
képes a menübe akadni. Én nem tudom, hogy csinálja. És már kerestetem is fele. Most sötét van. Ez még nem elég sötét neki. A kurva száját. Mikor lesz már sötét éjszaka, baszkát, még éjszaka nem is versenyeztünk. De versenyeztünk éjszaka, csak itt a kóborlásban nem maradt semmi. Ad 50 ezer kreditet. Gyönyörű néz ki a grafika. Nyomd meg az indításhoz. Á, lehozzuk ezt ketten. Mondom, megvan 22B, az csók. Meg egy esti fotót, azt én is mondjuk a picsába elrakom magam holnapra. Ne szívass már, hát most fog bedobni. Nyugi, nyugi. Idő neki. Ez meg ugyanúgy szar szokás szerint a izéje, a összedobálása. Akarok zenét hallani, csak a kocsinak a hangját akarom hallani. Kőnizek, szenna. Jó felhozatal. Na, kell ez a Ferrari Dino. Chiron. Veneno. FXXK. Pagani. Még egy Chiron. Látom. Hozzai nekem kicsit bebuggolt.
Mondd azt, hogy meg lett, bazd meg. Nem basztál egyik se. Meg lett, jó van. Hú. Hát lehet, de csak ezeket dobta be. Nem baj, legyen meg, megvan a Ferrari Tino. Bazakszunk még egy keveset, azt megyünk el, teszem magam holnapra, mert nagyjából 11-ig terveztem lenni. De megvan a 22 B-et, akkor már boldog vagyok. Megvan a Dino is. Nem az éjszakai fotót megcsináljuk a két pontért, azt cseh. Röviden tömören. Már csak négyen maradtunk. Négy McLaren Senna a többiek ellen. Hello. Ezt nem tudok vele indulni, mert nem ismerem ezt a kocsit. Ez de út... Azt hogy a faszomba? Nagyon küzdök én itt hátul velük. A Csino jobban fordul, mint a McLaren Senna. Az gratulálok. Legyen meg az a kurva pont. Remélem megvan. Hát figyelj, 2007. hely. Hát nem hoztam az erős formát itt a próbába. És itt 2-0-nál be kéne fejeznünk, nem? Megvan! Ott a Ferrari 246 GT, a Dino. Leszarom, megvan. Az a lényeg, megvan. Többi nem érdekel, annyi helyezést értünk el, meg ilyenek. Megvan az éjszakai fotó is. Na, hogy csesznéd meg az anyádat. Hú.
Na mi van a téllel? Igen, ott van! Megvan! Yes! Megvan, ott a Subaru 22B. 180 pont kell, és akkor meg lesz a McLaren F1 is. 64 pontra kimaxoltuk. Itt leszartuk. Itt kellett volna 2 pont, hogy meg lett volna, de hát lusta voltam megcsinálni. Az ugratást kellett volna megcsinálni, hát faszoltam. Amíg játszóterünk, meg kóp, de hát nekem most egyikhez sincsen kedvem. Népi különkedés, december 9-én jön. Így jövő csütörtökön az új szezon, és igen, jó. Verdecsere. Megmutatjuk a íze Subarut. Ha itt vagy még. Ez a kurva ritka belpiacos. És itt van a büszkeség. Megvan az összes Subaru. Jaj, de szépek együtt. Legendás. 22B ST, S209. Hát annyi, hogy ez már nem a gyári. Igen, belül egy kis piros dekorbetét van, a bűszerfal minden ugyanaz, mint egy simába. Kívülről mások kicsit izé vastagabbak rajta izét a kötények, spoiler, szerintem ez így jobban áll neki. Jó, ez a Gergő kedvenc, a Rizs rakéta. Kúra jót megy amúgy. És fotózom nekem, az még nincs meg. A Subaru se volt meg. Ez a fotókkal is mondjuk haladhatnék. Nem, megyek, veszek magamnak kocsikat. Vannak a kárpezben, amiket ki lehet szedni, azt még nem vettem meg, azokat maga akarom venni. Igen, verdákat veszek, arra még van időm. Igen, autóbérlet. 12.02. Ezt is megveszik, most szarom lehet ingyenes, nem? Ingyenes, hát akkor meg kit érdekel. Ezeket legalább hozzáadom, ezekkel se kell bíbelődni. Csak nem értem, amikor miért száll bele meg ilyenek, miért nem lehet csak simán megvenni, az csók. Azt hagyjunk egymásnak békét. Igen, itt vannak a... Ennyi. Az igen. És ezeket csak úgy hozzá tudom adni, az csók. Megvan. Igen, ezek még nincsenek meg, autócsomagok. Üdvözlő csomag 5. Igen, nem ezeket megkaptam. Összesen 15 elérhető kocsi. Megvásárol. Jó. Igen, autószalon. Ritka Integratyper. Igen. 300 ezer kreditet dugt fel a seggedbe. 1 millió 1. Megint 25,6 millió, azt, hogy honnan, azt nem tudom. Megveszek az autikat, az a baj, hogy mondom, nem vettem a múltkor meg egy rakat kocsit. Ez teljesen rosszul érzem magam, ilyen mesztelenek érzem magam, érted, nincsenek meg a fontos autik. Az RS4, az RS7, az RS5. Igen, itt az RS4, az RS3 sincs meg. Ami atombaszó festés.
Nincs. Megnézzük az aukciós házat, hát van valami érdekes kocsi az aukciós házban amúgy? A Sirocco. Igen, ott van a Supra, igen, van GT86. Igen, az DLC-s, itt vannak a kobrák. 30 millió kredit azért, na. A pofájuk, 2 milliót el kéne a Rimakér, az meg nevetséges. GT4-es Cayman Air, érted, el kéne 85 ezeret. Ez is mi vicc. Ezt a motorsport hétben is bírtam, hogy a kisebb Porsche-ket így dobálgatják, ilyen kurva olcsó, pedig rohadt jól mennek. A 900-eseket meg olyan pénzt kérnek, még a motorsport hétben is. Ez is megvan. 150 ezer, 80 ezer, 65 ezer, ez 2,5 millió, ez 1 millió, ez megvan, csak 140 ezer, 968 turbotik. 35, ez nincs meg, ez 500. 15 millió, Jézus, 240, 24, Jézusom, milyen árak vannak. Vannak a Peugeot-ok. Nissan. Igen, itt vannak a Michu. Igen. Mindig kell hagyjanak békén a picsába. Igen, az AMG-k azok megvannak. Unimog. A45 AMG. C63. Ezt Gergő 2-ért megvesszük, mert ez legyen. Az Evo 2. Ebben kell lennie. Meg kell lennie, mert utána Gergő kellett sírni fog, hogy nincsen megvéve. BMW-ből is elég sok már megvan. Ja, hogy ezeket egyszer meg is vettem, mert unatkoztam. 2,4 millió Chiron, ennyire olcsó? Azt a kurva. Durango SRT, ez meg izé volt, mi a tök? Emlékeim szerint. Itt a Portofino, igen. 215 ezer kredit. 2 millió 6. Bronco, ez is 100 ezer, érted? Shelby GT500. 100 ezer kredit. A másikban meg alig lehetett megszerezni. Ez is az RTR-es Mustang 500 ezer. Megyek a faszomba. 105 ezer. Sima Mustang. Ó, ezt akartam ízé tuningolni, majd mindjárt tuningoljuk. Igen, a driftesek. Ezt megvesszük, mert ez a kedvenc Typer. Ennek meg kell lenni ennek a kocsinak. Addig a izé másik Mustangot meg feltuningoljuk. Garázs. Ford. Feltenigoljuk, azt akkor ez lesz a stream vezetős, a Shelby GT500. Hát igen, Renault az ki van maxolva, a Rimac annyira nem érdekel. 271, 576, hát majdnem a fele megvan. Porsche, az még kell 10. 2, 4, 6, 8, 9... 10, mondjuk nem lehetetlen. Peugeot megvannak, Nissanhoz is kell még egy pár. Hét merci kell még. Az AMG-k azok már megvannak. McLaren az még nincs.
Talán van, és nem tudom, mit tud adni. 6 kell. 2, 4, 6. Jaguar, és csak ajándékot ad. És csak ajándékot ad. Csak ajándékot ad. Jézus, amennyi fordul. Ott a Ranger Raptor. Kedvenc. Felen is ad valamit. Itt új skúrosokat kell összegyűjteni. Na jó, ezt feltaningoljuk pacekba. Hagyja már, térfogat kiszorítós feltöltőddel kap két darab turbót. Ez ugye milyen ízér lesz megcsinálva. Ezt megcsináltam amúgy a Horizon 4-be is. Need for Speed film alapján. Versenykuplunk, versenyváltó, versenydifi. Újra rendben kijön. Ez az antenna rajta, hogy néz ki az Isten? Vannak gondok. 64 ezer kreditből lesz ez a móka. Hát ez kurva jó. Igen. Design. És ezt figyeld, a Need for Speed című film alapján. Jó, hát ott kompresszorosan van a gép megépítve, mi a turbóban hiszünk. Hát nem kérdez. Kimenjünk pályán, megnézzük mennyi a vége, azt annyi. Látom, a srácok el vannak. Dodge Dart Hemi. Super Stoke. Na jó van. Faluba. De látlak, megyek oda. Ez a halászla.
Hoppa, Taycan. Dörrien, az is van benne, nem is tudtam. Na jó van, fiaim, én azt mondom, hogy már ennyi volt. Megcsináltak, amit lehetett, megvan a 22-ből, a többi nagyon nem érdekel. Csinálják fotót még addig gyorsan. Elvileg jövő héten egy ízés meg lesz, a McLaren F1. Megszerezgetjük a maradék cuccokat. Én biztos nem fogom megenni. Na jó van. Összekezt kívánok mindenkit, köszönjük Pyroxnak a segítséget, találkozunk legközelebb. Csá-csá!